Hát aztán, hogy itt benn, majd ebben a 9-es mezőnyben, hát azért itt szembe kell nézni néhány nagy ellenfél jelenlétével. Ők a svédek, Sofia Paldanius és Anna Carlsson, Sydneyben voltak 8-ak. Ennél sokkal erősebb a most látható kettő, Zsaneta Pastuska és Beata Sokolovska, ők Sydneyben bronzérmesek lettek. Mangione és Portela. Hát Portela, kérem szépen, világbajnoknő volt Szeriában, az egyes hajóban. Ez a hölgy pedig már a magyar képernyőkön is ismerős arc, Birgit Fischer. Egyik versenyző mondta, nem mondom meg kicsoda, hogy az ember elönti az epe, amikor újra látja győzni, aztán mégiscsak megemeli képzeletbeli kalapját. Hát sokszor vannak így az öregekkel, hogy elönti az epe a fiatalságot, hogy ez még mindig itt van, aztán esetleg kénytelen másként is tekinteni rá. Birgit Fischerre minden esetre a legnagyobb tisztelettel tekint a mezőny, még akkor is, hogyha a fiatalokat is megtanítja sorra, hogy úgy mondjam, Móresre. A 8-oson Dacheva és Pincseva, bolgár hajója, világbajnoki ezüstérmesek és bronzérmesek, igaz 200-on. Birgit Fischer tegnap a legkevésbé fáradt el a négyes tagjai közül. Ez nem csak a látvány sugalta, hanem ő maga is nyilatkozott erről. Tehát alulról az ötödik, a két magyar lány, összpontosítsuk rájuk. Egyel alattuk a nagy ellenfél németek, a félelmetes nagy ellenfél németek. A rajtal nincs probléma, mint láthatták, jól indultak el a mieink. Kovács Kati vezérli az iramot, alulról a harmadik hajó, Manchón és Portella, két spanyol lány kezdett nagyon erősen. Birgit Fischer hajszányival bár, de a magyar hajó előtt jár. Nagyon erősen kezdtek, fél méter a különbség, lassan azonban, mintha csökkenne, hogy fölgyorsítanak a mieink. Katikám, figyelni jól, nagyon-nagyon koncentrálni. Lassan fél távhoz közelednek, a két hajó, a német és a magyar külön versenyét látom, bár itt alul a lengyelek, Pastuska és Sokolovska is nagyon jönnek. Együtt a hármas, teljesen együtt. 250 méternél német, magyar, lengyel a sorrend, ezt is vártuk. Most a magyarok elindultak, megindultak még egyszer, és egyre jobban elhúznak. Már háromnegyed hajó az előnyük. Tehát egyelőre minden a legnagyobb rendben. Tudnak-e újítani az ellenfelek? Ők nem, a mieink annál inkább. Több mint háromnegyed hajó, lassan egy teljes halóhoz lesz. A lengyelek egyelőre a másodikak. A mieink azonban biztosan őrzik, sőt, centiről centire növelik az erőnyüket. Most már egy teljes hajóhosszal, és nincs több hátra már, mint 50 méter. Kislányok, ez meg lesz! A lengyelek a második helyen, a németekkel nagy harcot vívnak, de a mieinknek már ez mit sem számít, mert olimpiai bajnok Kovács Kati és Janics Natasa. És boldogan emeli fel az öklét Birgit Fischer is, mert ezek szerint másodikak lettek. Katika megvan, megvan, annyira kívánta mindenki ennek a lánynak is. Annyira, annyira, de annyira Kovács Katinak, és annyira megérdemli. Jó van. Hát gyönyörűen versenyeztek, szóval amikor megindultak másodszor, akkor aztán többé, hogy úgy mondjam, nem volt többé beleszólás, nem volt többé ellentmondás. Egy hajó volt már csak. Janics Natasa pedig második aranyérmét kaszírozza, és megvan Kovács Katié is, és a mámorosabb boldog magyar szurkolók, gyertek ide, hát azt nem lehet sajnos. Azért egy kicsit arra csalják magukat, arra az oldalra, mert most ott haladnak vissza egy nagy kurflival. Emelkednek is az ászlók, na persze, hát van most, és a németek mennek oda gratulálni. Birgit Fischer összecsókolódzik Kovács Katival, és a fiatal Leonhardtot mind a ketten megpuszítják.
19 éves lány ül Birgit Fischer mögött. Birgit meg hátra elvesz gratulálni Natasának is, hát kétszeres oka van, hát ez is, hol a többi? Már elnézést kérek. Hát nem hiszem, hogy Birgit Fischer valaha is ilyen fölénnyel megvertél, mint hogy most a két lány tette. Tessék megnézni, ez 1,4 másodpercnél is több. Harmadikak a lengyelek lettek, de ezt lehetett látni már az ápfelénél, hogy így lesz. Jócskán belement a víz, hát ebben a hullámzásban nem csoda. Már valamelyest kegyesebb volt a szél a futam alatt, mert minket egy kicsit együtt volna. Tehát a harmadik lett a lengyel hajó, a negyedik Kína, ötödik Spanyolország, hatodik Bulgária, aztán Kanada, Svéd és Belarusz. Ez a sorrend a végén. És egészen a túlsoldalra mennek a mieink, hogy viszonozzák az ünneplést, hogy meghálálják. Nagy erővel kezdett Birgit Fischer, nem tartalékoltak, tudta ő azt nagyon jól, már a futamok után is látta az ellenfeleket, hogy körülbelül mire lehet számítani. A lengyelek pont az első három látszik most a képen, és itt mennek el a mieink, körülbelül ez volt az a második elindulás rajt után. Teljesen együtt, szépen. Szóval fölösleges volt az aggály, nyilvánvaló, éppen csak megfogalmaztam. Natasa tökéletes partner volt. És a megkönnyebbülés, a csata kiáltás vagy a kiáltás után megvan. No hát, természetesen az eredményhirdetésnél találkozunk velük, addig kapcsoljuk vissza.